Tizedikes és végzős babicsos diákok összesen 3 osztályi gimnazista szorult be a 4 fal közé, és kénytelenek otthonról online tanulni. Összesen 4 tanulónk van ebben a 3 osztályban, akinek COVID tesztje, a PCR tesztje pozitív lett. Ezek közül a tanulók közül volt, aki nem is jött már iskolába szeptember 1-én. Az osztály viszont azért került karanténba, mert előtte egy születésnapi bulin találkoztak, és így lehetséges, hogy megfertőződtek. A múlt héten számoltunk be róla, hogy szintén a Babicsban egy dolgozó betegedett meg, és lett a tesztje pozitív. Az igazgatónő úgy tudja, a 2 esetnek nincs köze egymáshoz. A pozitív esetek közül egy sem az iskolában fertőződött meg, hanem külső rendezvényeken, illetve családtagoktól kapták el ők, akik pedig máshonnan szedték össze. Tehát így mondanám, hogy az iskolába bekerült a vírus. Az iskola honlapján egyelőre nincsenek fent információk a fertőzésről, mert szeretnék kerülni a pánikot, de ez várhatóan napokon belül változni fog. A honlapunk gyakorlatilag új, fölépülés alatt van. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő napokban fel fogjuk tenni ezeket az információkat. Megkerestük Ungár Klárát, az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet vezetőjét is. Ő az iskola védőnőjétől úgy tudja, hogy összesen 5 babicsos diák produkál tüneteket.